A Magyar Sportnapja kapcsán beszélgetek Tóth Liliannával. Szia, Lili! Szia! Nagyon szépen köszönöm a meghívást! Meg annyi sporták közül miért pont a futást választottad? Igazából nekem ez nagyon belülről fakad, a futásnak a szeretete. Kiskoromtól kezdve kértem a szüleimet, meg a tesóimat, hogy versenyezzenek velem. Mindig is szerettem volna futni, de előtte egyébként általános iskolás koromban más sportokat is kipróbáltam, ugrókateleztem, meg lovagoltam, mindkettőt versenyszerűen üztem, és volt egy futóverseny, egy iskolai futóverseny, amit megnyertem, aztán egy városit is, és akkor utána a Dombóvári, mert én Dombóváron nőttem fel, és az ottani edzőhöz oda mentem a szüleimmel, hogy szeretnék elkezdeni futni, futóedzésekre járni, és akkor 8 éves voltam, második osztályos, és akkor azt mondta az edzőm, az első edzőm, Fazekas Gáspár, hogy még nem mehetek, hanem meg kell várnom, hogy harmadik osztályos legyek, és akkor így 9 évesen kezdtem el futni. Milyen volt először érezni azt, hogy ebben sikeres lehetsz? Tehát amikor először nyertél versenyeket, akkor az hogy érintett téged? Nagyon jó érzés volt, és mondhatom, hogy valamennyire számítottam is arra, hogy nekem ez menni fog, meg jól fog menni, mert hogy mindig is szerettem csinálni. És hogy szerintem, hogyha valamit nagyon szeretünk csinálni, akkor azt érdemes, és hogy abban örömünket fogjuk lelni. És nekem is ez így volt az elejétől fogva. Most egy picit beszélj nekem arról is, hogy mit ad neked a futás, tehát mi az az érzés, akár fizikailag a testedben mit érzel, vagy a lelkedben mit érzel, amikor futhatsz? Én nagyon hálás vagyok, ez az első gondolat, ami eszembe jut, nagyon hálás vagyok a futásért, mert nekem ez egy hivatást ad, egy célt ad, motivációt ad, és tényleg azt érzem, hogy nekem ezt kell csinálnom, hogy én erre vagyok hivatott, és tényleg nagyon sok örömet is okoz. Ami még eszembe jut igazából így a szabadság, tehát hogy a futás engem felszabadít, és a saját korlátaimat megtalálhatom, és hogy sokszor akár többre is képes vagyok, mint amit gondolok magamról, tehát hogy akár át lehet futni bizonyos fájdalmakon is, és hogy ez nagyon felemelő érzés. Tehát egy lelki táplálékot is adni. Igen, igen, ez mindenképp tényleg, tehát hogy nekem ez tölti ki a napjaimat, én ezzel foglalkozom, és tényleg nagyon hálás vagyok érte, hogy hamar megtaláltam azt, amit én szeretek csinálni, és amiben sikeres vagyok. Nagyon érdekes volt korábban, amikor beszéltünk, akkor említetted, hogy egyszer-kétszer megpróbáltál zenével a füledben futni. Ugye igen. Azért általában én is, mint átlagos futó, néha szeretek futni, akkor beteszek zenét a fülembe, mert hát anélkül nehezen tudnám élvezni magát a futást, mint tevékenységet. És mondtad, hogy egyszer te is megpróbáltad. Mi lett ebből? Én nem élveztem, hogy zenét hallgatok, mert úgy éreztem, hogy elvonja a figyelmemet a futásról. És egyébként egy könnyebb, tehát egy ilyen könnyebb, hosszabb edzés során hallgattam zenét, mert akkor úgy gondoltam, hogy annyira nem kell koncentrálni, csak lépkedni kell. Viszont én is meglepődtem azon, hogy ez nekem nem vált be. Tehát én futás közben szeretek gondolkozni, főleg az ilyen könnyű, hosszú futások közben. Kicsit ez ilyen meditációs jellegűnek is mondanám, és a zene az nekem átterelte a gondolataimat, és nem tudtam így. Szerintem nagyon fontos az, hogy a jelenben legyünk, és hogy megéljük a pillanatot, és nekem ez így valahogy így elvette a pillanatnak az örömét. Az előbb megragadta a figyelmemet, amikor említetted a hálát. Ugye ez volt a legelső gondolat, mikor eszedbe jutott. Amikor azt kérdeztem, hogy milyen örömet ad neked a futás, és azt mondtad, hogy a hála jut eszedbe először, hiszen nagyon hálás vagy azért, hogy futhatsz. A hála, hogyha egy keresztény ember gondolkodik róla, aztán egészen mást jelent, mint hogyha nem. És azt szeretném, hogyha arról beszélgetnénk egy picit, hogy nálad a hála, vagy számodra a hála, a hála szemüvegén keresztül nézni a világot, az mit jelent? Nekem azt jelenti, hogy fel tudom fedezni
az örömöket, a kis pillanatokat a mindennapjaimban. És nem csak a pillanatokat, hanem akár az embereket, vagy akár azt, hogy süt a nap, vagy azt, hogy finom kávét ihattam reggel, és én ezért a jó Istennek hálás vagyok. És egyébként így el szoktam gondolkozni azon, hogy nekem például mindig is az volt az álmom, hogy én ilyen sportoló lehessek, és hogy én ezt csinálhassam. És hogy így elgondolkozok azon, hogy úristen, ez sikerült, és hogy most én ezt csinálhatom. Szóval, hogy nem tudom, amikor így erre gondolok, akkor így nagyon feltöltődök. Ugye te tagja vagy egy közösségnek, az Antiókia közösségnek. Igen. És azt azért mondhatjuk, hogy a közösségen belül ez a szemlélet, ez nagyon gyakor, és ez nagyon áthatja a ti közösségeteket. Igen. Ez a felfogás. Igen. Én gimnáziumban kerültem a 9. osztályos koromban az Antiókia közösségbe, Dombóváron, és én azt gondolom, hogy ez nagyon sokat segített ez a közösség abban, hogy így lelkileg is fejlődjek, meg barátságokat kössek, és most már így mondhatom, hogy felnőttként, tehát ez nagyon sokat segít nekem, hogy van egy ilyen alapom, amire építkezhetek. Nagyon tetszett az a mondat, amit olvastam a közösségeteknek az oldalán, hogy ugye kik kerülnek ide, vagy miért érdemes bekerülni a közösségbe, és akkor azt olvastam, hogy ha bekerül valaki, akkor észrevesszük a jó tulajdonságait, és szeretjük érte, és észrevesszük a rossz tulajdonságait, és annak ellenére is elfogadjuk. Na, ez az a szemlélet, amire szerintem minden embernek szüksége van. Igen, én is így gondolom, mert mindenkiben szerintem nagyon sok értékes dolog ott van minden emberben, és azokat igen is észre kell venni. Ugyanúgy észre kell venni, mint ahogy már beszélgettünk így a háláról szerintem, mert hogy mindenkinek nagyon sok jó dolog van az életében, akármennyire, akár nehéz is lehet azt észrevenni. És mennyire hajlamosak vagy nem észrevenni, ugye? Igen. Nekem akkor szokott egyébként, akkor kell kicsit magamat így helyre billentem, hogyha mondjuk fáradtabb vagyok, nyugosabb vagyok, és akkor így aztán így emlékeztetem magam, hogy most ez jó, most csak fáradt vagyok, de amúgy minden rendben, hogy mennyi mindennek lehet örülni. És igen, így az emberekkel kapcsolatban is ugyanez, hogy nagyon sok jó dolog van mindenkiben, és mindenkiben van nyilván olyan dolog is, ami nem olyan jó, de igen, ezt el kell fogadni. A közösségetekben milyen programjaitok vannak? Tehát hogyan építitek a ti saját közösségi világotokat, hiteteket? Én ugye 9. osztályos koromtól 12. osztályos koromig voltam így aktívan az Antiókia közösség tagja. Utána elkerültem egyetemre Budapestre, és ezután már mostanában elég ritkán tudok hazajárni. És az Antiókiának lett egy továbbfejlesztése, a Hinta nevű közösség, amit így közösen hoztunk létre. Ez az Antiókiának úgymond a nagy testvére, és ez is egy ilyen keresztény baráti közösség. Minden hónapban szokott lenni egy találkozó, most online formában volt, de legtöbbször személyesen egy közös főzés vagy vacsora, szokott lenni kirándulás is, vagy akár nyaralás, mondjuk én arra sajnos sokszor, vagy hát nem tudok elmenni, mert hogy edzőtáborok, meg versenyek vannak, de ez egy élő és működő közösség, és nagyon jó, hogyha az embernek vannak ilyen barátai, mint a Hintában. És mik a legmeghatározóbb élményeid itt a Hinta programon belül? Tehát nem tudom, vannak olyan történetek, amik elérzékenyül, aminek hallatán, vagy aminek, hogyha visszagondolsz rá, akkor elérzékenyülsz, hogy mennyire közel tudtatok egymáshoz kerülni? Nekem most inkább így még az Antiókiához nyúlnék vissza. Ott voltak úgynevezett nagy hétvégék, amik ilyen háromnapos rendezvények voltak, és akkor itt bevezetőket mondtunk, kis csoportban beszélgettünk, volt szentség imádás, közös imádkozás. Én, hogyha ezekre visszagondolok, akkor azért úgy, igen, úgy megmelengeti a szívemet. Hogyha a szüleidről beszélhetünk egy pár szót, akkor mit mondanál arról, hogy ők mennyire támogattak téged a futásban, és mennyire állnak példaként előtted? Hát én a szüleimért is nagyon hálás vagyok, azt kell, hogy mondjam, mert
én kitaláltam ezt a futás dolgot, ez, ennek semmihez nem volt semmi köze így a családban. Tehát nem a sportoló vagy futó? Nem igazán. A nagypapám hegymászó volt, meg az apukám focizott, de hogy így e-sportjelleggel így nem volt senki. Viszont a szüleim az első perctől kezdve támogattak, és nem, tehát én azért örülök ennek nagyon, mert hogy ők engem nem kényszerítettek, hogy most akkor le kell menni edzésre, hanem hogy hagyták, hogy én szeretnék menni edzésre, és akkor hadd menjek, és hogy mindig, amikor rájuk gondolok, akkor mindig egy ilyen támasz jut eszembe, tehát hogy nekik elmondhattam, hogy hogy ment az edzés, hogy mi volt, mit mondott az edző, mit mondtak az edzéstársak, hogy éreztem magam, tehát hogy ők mindig a mai napig nagyon szeretnek velem erről beszélgetni. Úgyhogy én ennél jobbat nem is kívánhatnék szerintem, és mindenképp példaként is állnak előttem, mert négyen vagyunk testvérek, és hát tényleg egy olyan családi hátterem van, ami szerintem nem sok mindenkinek adatik meg, úgyhogy igen, hálás vagyok nekik ezért. Ők a házas hétvége tagjai, ugye? Igen, nagyon régóta már a szüleim házas hétvégések, igen, és aktívan részt vesznek a rendezvényeken, meg sokszor mondnak bevezetőket. Akkor szülőként a párválasztásban is biztos, hogy nagyon jó példaként tudnak igen, állni a igen. beszemmelődő. Igen, szerintem az ő kapcsolatuk is mutatja, ezt is erről is beszélgettünk, tehát hogy el kell tudni fogadni a másikat, és nyilván van olyan, amiben nem vagyunk egyformák, és akkor is lehet együttműködni, meg lehet beszélni akár problémákat, amik felmerülnek. Úgyhogy, igen. Amikor még kisebb kislány voltál, biztos álmodoztál arról, hogy majd, mert minden kislány szokott, hogy milyen lesz a férje, vagy hogy mi alapján válaszol párt magának. Nálad ez hogy van? Tehát például mennyire volt fontos az, hogy ugyanúgy sportoló legyen a választottad? Nekem kislánykoromban én erről álmodoztam egyébként tényleg, hogy nekem sportoló legyen a párom, de egyébként utána azért úgy ez így, tehát hogy nem akartam ilyen, hogy mondjam, ilyen szabályokat hozni, hogy akkor nem, én most csak sportolóval fogok kapcsolatba kerülni, de végül hát úgy adta az élet, vagy a Jóisten is szerintem így akarta, hogy végül a párom is futó, tehát ugyanazt a sportot üzzük, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jól működik a kapcsolatunk, és nagyon jól megtaláltuk egymást. Azért ez egy nagyon speciális életforma, ez az e-sport, tehát utazni kell, versenyezni kell, edzőtáborozni kell, sokat kell aludni, sokat kell pihenni, masszörhöz kell menni, tehát nem is sorolom tovább. Tehát, hogy ezt azért én tudom, hogy akár egy átlag ember, vagy aki nem sportol, az nehezebben érti meg. Mi pedig meg tudjuk osztani egymással ezeket az élményeket is, akár az edzőtáborokba is tudunk együtt menni, meg tudjuk hallgatni a másikat. Nekem nagyon jó, hogyha versenyen is ott van a párom, tehát nekem az segít. Úgyhogy, és amit a szüleimtől láttam, tehát hogy igenis ki kell tartani egymás mellett, és akkor egy szép kapcsolatunk lehet nekünk is. És a sporttal kapcsolatban, tehát hogyha visszamegyünk a futáshoz, most így a közeljövőben milyen célokat fogalmaztál meg magadnak? Mi áll most előtted? Hát most igazából tényleg pont most vagyunk a versenyidőszak előtt, tehát ez a május-június, ez nekem nagyon fontos 2 hónap. Szeretnék egyéni csúcsokat elérni. Most úgy néz ki, hogy a csapatbajnokságon fogok indulni majd, meg Budapesten a Budapest bajnokságon, és életemben először indulhatok majd május 28-án Dohában a Gyémántligán, ami miatt nagyon izgatott vagyok, és nagyon várom. És szeretnék minél előrébb kerülni a világranglistán, tehát gyűjtögetni a pontokat, hogy akár az olimpiai kvalifikáció is valóra váljon. Tehát akkor abszolút az élsport marad még a jövőben egy cél, és a világbajnoki címet is esetleg megcélozzuk? Mondhatjuk, hogy igen, de azért az örülnék, hogyha egyszer döntőbe kerülnék. Hát akkor én ehhez nagyon sok sikert kívánok, és az utathoz. Köszönöm szépen!